Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Jákob meggazdagodásáról szeretnék most szólni, amiről a Mózes első könyve 30. részében olvashatunk. Tehát a Mózes első könyve 30. részében a 25-től 34-ig terjedő igéket olvasom, amelyek így vannak megírva. És lőn, amint szülte Rákher Józsefet, mond a Jákob lábának, Bocsáss el engemet, hadd menjek el az én helyemre, az én hazámba. Add meg nékem az én feleségeimet és magzataimat, akik, de, akikért szolgáltalak téged. Hadd menjek el, mert te tudod az én szolgálatomat, amelyel szolgáltalak téged. És mondd a néki lábán, vaj, ha kedvet találtam volna szemed előtt. Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. És mondta, szabj bért magadnak, és én megadom. Ez pedig mondta, Te tudod, mi módon szolgáltalak téged, és hogy mi vélet nálad a te jó szá, nálam a te jószágod. Mert ami kevesed volt én előttem sokra szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán, már mikor tehetek valamit az én magam házáért is. És monda a lábám, mit adjak néked? Felele Jákob, ne adj nékem semmit. Juhaidat ismét legeltetem és őrzöm, ha nekem ezt a dolgot megteszed. Nyájaidat ma mind végigjárom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok közülük, és minden fekete bárányt a jó közül, s tarkát és pettyegetettet a kecskék közül, és legyen ez az én bérem. És amikor majd bérem iránt eljössz, mi előtted lesz, becsületességemről ez felel, ami nem pettyegetett vagy tarka a kecskék, és nem fekete a jó közt, az mind lopott jószág nála. És mond a lábán, ám legyen, vaj, ha a te beszédet szerint lenne. Eddig olvassuk Istennek igéét. Kedves nézőim, ugye tudjuk, hogy Jákob születésétől kezdve hajlamos volt a csalásra. Amikor született, a testvére sarkába fogózott, később pedig rávette, hogy adja el neki az elsőszülöttségi jogot. Majd becsapta apját is, aki az elsőszülött áldásával áldotta meg, azt gondolva, hogy nem Jákob van előtte, hanem Ézsau. Ám aki másnak vermetás, maga esik bele. Ez nem csak egy szólásmondás, hanem Isten ígéje is így mondja. Ne tévegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt aratja is. Jákob többszörösen learatta azt, amit vetett. Lábán apósa és nagybátyja becsapta, amikor házasságra kényszerítette Leával, Rákhel helyett, és 7 év helyett 14 évet kellett szolgálni nála. A 14 év alatt Isten megáldotta Jákobot, nem anyagilag, hanem a családjában. Négy feleségétől 11 fia született. És eljött az idő, hogy anyagi dolgaira is gondoljon. És szolgált Lábánnál további 6 évet a juhaiért. Eddig Jákob minden munkája lábának nagy hasznára volt. És a mostan ige szakaszban találjuk, hogy Jákob felette igen meggazdagodott. És elhatározta, hogy haza megy. Tehát előbb a honvágyát látjuk, majd a megegyezését lábánnal, és ennek folytán a meggazdagodását. Lábánnal való lakozása nem volt mindenben kívánatos. Lábán harácsoló és kapzsi ember volt, aki gátlástalanul, lelkismeret furdalás nélkül átgázolt Jákobon, és csak a saját nyereségét nézte, bármiről volt is szó. Jákob vágyott az otthoni dédelgetésre, és kényelemre, és lelkében egyre vízhangoztak Isten ígéretei, aki Bételben megjelent számára. Jákob számára nem Hárán, hanem Kánán jelentette az otthont. Megelégelte a lábán társaságát, és vágyott haza, minden hívő szívében ott kell éljen a honvágy az igazi otthon után. Hazamenni, oda, ahol Jézus készíti a helyet. Az igazi hívők erre vágynak. Ott az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Itt soha nem fogom otthon érezni magam, mióta mennyei honosításon megtörtént, oda vágyok. Amikor Jákob tudatta lábánnal, hogy haza akar menni, akkor a következő igeversben azt értjük meg, hogy Lábán megsejtette a kapcsolatot Jákob istene és a kapott áldás között. Jó lehet bálványimádó volt, de most arról tesz bizonságot, hogy sejti, hogy Jákob miatt áldotta meg az Isten. Ezért megpróbálja Jákobot marasztalni. Nem a lányai és unokái miatt, hanem az anyagi áldások miatt marasztalja azért akarja, hogy Jákob maradjon, hogy nála még gazdagabb lehessen általa. A csalásban így szakember lett. Megpróbálta Jákobot rávenni, hogy a honvágy helyett gondoljon most az anyagi jólétére. És az anyagiak ígérete gyakran eltéríti ma is a mennyei otthontról a figyelmünket. Vaj, ha kedvet találtam volna szemeid előtt, mondja neki, hízeleg, egy alattvaló szokott így beszélni a felettese előtt. Jákob így csiklandozza, hogy fontosnak érezze magát, hogy elképzel dolgokat áhítozzon, és annak megfelelő döntéseket hozzon, mennyire sebezhetők vagyunk a dicséretek és bókok előtt. Az ember könnyen képzelheti magát fontosabbnak, mint amilyen, és könnyen félrevezethetik, hogy az emberek mit mondanak róla. Mikor jól megsimogatta Jákób énnyét, láván azt mondja, szabj bért magadnak, és én megadom. Erre mondhatta volna Jákob, hogy ilyet már mondtál korábban is, és nagyon jól tudom, hogy hogyan adod meg. Az ilyen furfang nem segít. Hét év szolgálat után leáltattad nekem feleségül, s rákényszerítettél, hogy még hét évet szolgáljak rá elért. De megragadja lábán ajánlatát, elmondja, hogy csak a vak nem látja, mennyire megszaporodott a lábán nyája a keze alatt, most viszont eljött az ideje annak, hogy a maga számára is kezdjen dolgozni. Én már mikor tehetek valamit a magam házáért is? S a lábának vele született képessége volt az alkudozásra. Szakszerűen alkudozik. Most is meg adja Jákobnak a lehetőséget, hogy szabja meg az ő bérét. Mert az alkudozásban fontos, hogy a másik mondjon előbb árat vagy ő közölje az igényeit, hogy abból kiindulva alkudozni lehessen. Lábán nem tudja, hogy Jákobnak előre elkészített terve van. Elmondja, hogy azt fogja mutatni Jákob becsületességét, hogy nyájában csak tarka és petyegetett bárányok, jók és kecskék lesznek. Az egyszínűek, a fehérek megmaradnak lábának. Így Jákob elővigyázatosan a csalás minden lehetséges változatát előre kizárta. Ez viszont annyira előnyösnek tűnt lábán számára, hogy azt hitte, nem hal jól, hiszen a tarka és a petyegetett juhok és kecskék aránya nagyon kicsi. Csak ennyit kér Jákob, hiszen ez nagyszerű. Megegyezette át Jákobbal, és mondta lábán, ám legyen, vaj, ha te beszédet szerint lenne. Lábán még aznap külön választotta a tarka jókat és kecskéket. Három napi távolságra küldte Jákobtól. Ezekre lábán fiai vigyáztak, míg a lábán egyszerű, egyszínű juhaival és kecskével Jákob maradtott. ott. El akarta venni Jákobtól a lehetőséget arra nézve, hogy a nyájban lehetséges legyen a tarka állatokkal való párzás, és ezzel egy szelektív tenyészet. De amit Láván előnynek gondolt, hogy háromnapi távolságra küldte Jákob Tarka ruhait, az végül is hátránynak számított. Mert így Jákob lehetőséget kapott arra, hogy szabadon tervezhessen és dolgozhasson a maga számára. Anélkül, hogy a Láván fiai a közelben lettek volna. A Biblia magyarázók sokat vitatták Jákob módszerének hatékonyságát, ami a csíkosra hántott zöld, nyár és magyaró és gesztenyeveszőket illeti, de az ige szerint Isten felhasználta ezt arra, hogy Jákobot meggazdagítsa. Álomban tanította meg Jákobot, hogy végezzen szelektív tenyésztést. Később ezt elmondja a feleségeinek. De atyátok engem megcsalt, tízszer is megváltoztatta a béremet, mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kár tehessen. Mikor azt mondotta, a petyegetettek legyenek a te béred, a jók mind petyegetettek ellettek. Ha azt mondta, a csíkos lábúak legyenek a béred, a jók mind csíkos lábúakat ellettek. Így vette el Isten atyátok jószágát, és nekem adta. Mi nem tudjuk, hogy mindehez a szelektív tenyészethez mi járult hozzá, de azt tudjuk, hogy Isten gazdagította meg Jákobot, megáldva a munkáját. A nyájelyre szaporodott, Jákob felette, igen gazdag lett. Úgy, hogy lábán kezdett más szemmel nézni a vejére. Minden igyekezete arra nézve, hogy, hogy Jákobot becsapja, kudarcot vallott. Ahhoz, hogy áldottak lehessünk, előbb szövetségre kell lépnünk az Úrral. Jákob Isten szövetségese lett bételben. Ő nem a jó cselekedeteért lett megáldva, hanem Isten ígérete miatt, amelyet Ábrahámnak ígért. Jákob megértette, hogy mindent Istennek köszönhet, sőt, lábán is sejtette, hogy az Úr áldotta meg Jákobot, és általa őt is. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felőről való, és a világosságok atyától szállá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Isten megígérte, hogy megáldja Jákobot, és ezt lábán nem képes megakadályozni, mert akit te áldasz, az meg van áldva örökké, mondja az ének. Isten mindeneket tud. Őt lábán cselvetései sem lepik meg. Legyünk felelősek abban, amit az Úr reánk bízott és legyünk hálásak azért, amivel Isten megáldott minket. Adjuk Istennek a dicsőséget, mert ahol a kincsünk van, ott lesz a szívünk is. Amen.